Ünnepi díszbe öltözött a Málta Székes Parcsának, ahová sorban érkeztek azok az idősek, akik túl vannak a 70. életévükön. Nagyon rég volt az, hogy ebben a körben találkozhattak és búcsúztathatták az évet. A járvány nyomai látható a látogatók számán, az utolsó közös karácsony idején jóval többen fogadták el a meghívást. Nagyon fontos az ő számukra ez a rendezvény. Én úgy gondolom, hogy ők itt érzik azt, hogy fontosak a városnak, fontosak az itt dolgozó embereknek, hiszen a gondozási központnak az egyik területe az időseknek a segítése. Többféle szakfeladatot látunk el, ugye közel 300-350 idősről gondoskodunk, akikkel azt mondhatom, hogy ha nem is napi kapcsolatban, de heti rendszeres kapcsolatban vagyunk. És a gondozóink, illetve a kollégák nagyon sokat beszélgetnek velük, és mikor a város eldöntötte, hogy az idén megszervezésre kerül a 70 éven felülieknek a karácsonyi ünnepsége, akkor nagyon-nagyon boldogok voltak, és nagyon örültek ennek a lehetőségnek, hogy részt tudnak rajta venni. A legidősebb nyugdíjasunk a klubban, tehát például nálunk az idősek klubjában, ott az átlag életkor 80 év felett van. Tehát nagyon-nagyon sok a 80-90 éves ellátottunk. Az idősek maguk is készültek erre a programra, a Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai még énekkart is alakítottak, hogy műsorukkal színesítsék az estet. Köszöntünk igaz szeretettel, vártuk ezt a napot őszinte érzéssel, sok év alatt történt, sok kedves szép emlék, ami örök marad. Járvány véget egy kicsit le voltunk állítva, be is voltunk úgy szűkülve, most újból elkezdtünk gyakorolni a szentélynekeket, attól függ, hogy milyen eseményre készülünk. Egyszerű kórustagok vagyunk is, hát lehet, hogy nem olyan szép, de mi a szívvel csináljuk. Minden héten összejövünk, gyakorolunk, és ma örülünk, hogy ünneplőbe öltözve, szép karácsonyi ünneplő. Mindenki számára, az egész városnak nagyon fontos, hogy megrendezték. És én úgy gondolom, hogy mi ezt, akárhogy sikerül ez a dalok, mi ezt nagyon szívből adjuk a városnak, és ünnepelési akarjuk tenni ezt az eseményt. Ez egy erőt ad, akkor azon a héten már úgy készülünk, hogy kedden, akkor az egész nap már úgy van indítva, hogy délután 2-re kész vagyunk, és általában mindig, például most voltunk az adventi ünnepségen is énekeltünk, és ott is szívesen fogadtak és tapsra fogadtak minket. És ez nekünk ez nagyon jó érzés, mert mi azért csak idősek vagyunk már, de úgy gondolom, hogy ma, mivel hogy 70 évesek, ez a mi ünnepünk is igazán, meg mindenki az egész városé. Ez az alkalom tökéletesen jó arra, hogy azokkal a barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, munkatársakkal találkozzanak, akikkel lehet, hogy csak utólag futnak össze a város utcáján, de ezen a rendezvényen, fehér asztal mellett lehetőség van arra, hogy egy néhány percet elbeszélgessenek, egy kicsit nosztalgiázzanak, örüljenek egymásra, felidézzék mindazokat a régi szép időket, amelyeket itt eltöltöttek együtt Málta Székén. Igyekszünk ezt a kellemes beszélgetést egy kis jó zenével fűszerezni, hogy ezzel is egy kicsit emeljük a hangulatot. És hát természetesen ez az alkalom azért itt advent időszakában a karácsonyra való készülődésről is szól. Egy kis ajándékkal próbálunk kedveskedni az időseinknek ebből az alkalomból, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény a város életében, amit még hosszú éveken keresztül szeretnénk megszervezni és megrendezni. A jövő esztendő nem lesz egyszerű a nyugdíjasok szempontjából sem, állítja a szakma,
így külön oda kell majd rájuk figyelni. Nagyon-nagyon nehéz lesz a jövő év, én úgy gondolom, nem csak az idős gondozás területén, hanem a gondozási központ valamennyi feladat ellátásának a területén, tehát azt látjuk, hogy ugye egyre jobban idősödik a lakosság azért a településen. Egyre nagyobb szükség van ránk, illetve az ellátórendszerre, és a jelenlegi változások azok megnehezítik ezeknek az igénybevételét is, megnehezítik a családok életét is, és hát azért ez nagyon-nagyon kihat az időseinkre is. Itt gondolok arra, hogy ugye a családtagok nagyon sok esetben nem látnak más kiutat, mint elmennek külföldre, és az időseink itt maradnak egyedül. És mi vagyunk az egyetlen támaszuk, akikre számíthatnak. És nagyon nehéz megoldani sokszor ezeket a feladatokat, mert ugye mi hétköznapokon dolgozunk csak, tehát a hétvégén mi nem nyújtunk ellátást, viszont nagyon sok esetben közreműködünk abban, hogy meg tudjuk oldani azt is, hogy ők kapjanak segítséget a hétvégén. Alapvetően a városnak minden korosztályra oda kell figyelni a 2023-as esztendőben, tettük ezt eddig is, de a következő esztendő ez valóban mindenki számára nehéz lesz. Fokozottan fogunk természetesen figyelni azokra, akiknek köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk, ők az idősebb korosztály, de minden olyan családot és minden olyan bátaszéki polgárt, aki esetleg segítségre szorul, és az önkormányzat tud rajta segíteni, az ő kezüket nem fogjuk elengedni a 23-as esztendőben.